Az őszi szünetben is napi egyszeri melegételt kaphatnak a halmozottan hátrányos helyzetű családban élő gyerekek az őszi szünet ideje alatt az október 26 és 30-a közötti munkanapokon. A szülők bármikor, akár a szünet alatt is benyújthatják kérésüket, jelentkezésnek nincs határideje. A szünidei gyermekétkeztetést a település önkormányzati jegyzőjénél idén is írásban lehet igényelni az arra jogosult gyermekek számára. A kormány számára fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosított legyen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő étkezése, könnyítve ezzel a gyermeket nevelő családok terheit. 2016. januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről, amelyhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat. 2010 óta mintegy háromszorosára nőtt a gyermekétkeztetésre fordított támogatás. 2021-ben már több mint 86 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra.